Örökkévaló Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, Te a bőt az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézd jóságosan, őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. Isten a Sínai hegynél táborozó népnek ezeket a parancsolatokat hirdette ki. Én vagyok az Úr, a Te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Uradnak Istenednek nevét, nevet hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az ő nevét hiába veszi. Emlékezzél meg a szombatról, és szenteld meg. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a Te Istened ad neked. Ne ülj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. Ne kívánd el fele barátod házát, ne kívánd el fele barátod feleségét, sem szolgáját, sem szolgáló lányát, sem szaros marháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé. Ez az Isten igéje.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a zsidók csodajelentet kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek az oktalansága bölcsebb az embereknél, és Istennek a gyöngessége erősebb az embereknél. Ez az Isten igéje. Hogy örökké éljen minden ő benne hívő. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből mostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanúgy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárosoknak meg azt mondta, vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak, miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók azt felelték, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted azt. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg Jézus a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyet tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. Ezek az evangélium igéi. Krisztus hívei, kedves testvéreim! Imént hallottuk, nagyon szép, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből ezt a részt. Ez egy csodálatos rész, hogyha belegondolunk, a zsidók mit várnak? Vallásos emberekről van szó. Csodajelenet. Figyeljünk rögtön oda, kedves testvérek, ez a vallásos ember nagy-nagy kísértése.
Egy nem vallásos ember, gondolom ezzel egyetértünk, soha nem fog Isten felé fordulni és csodajelet követelni tőle. Ez gondolom világos, ez egyértelmű. Jön a másik nagy világ, ugye a görög bölcselet, a filozófia, az én értelem magaslata. Fantasztikus egyébként, hogy mire képes az emberi értelem. El kell ismerni. De a görögök mit követelnek? Bölcsességet. Az értelem nagy játékát. Kedves testvéreim, ez egy másik nagy csapda. Óriási csapda. Szükségünk van mind a kettőre. Szükségünk van a vallásos hitre, buzgóságra, lelkületre. És szükségünk van az értelmünkre is, hogy használjuk azt. De vigyázzunk! Soha, soha ne értékeljük többre, mint amennyi megjár neki. Legyen az vallásos hit, legyen az bölcsesség, értelmünk használata. Kedves testvéreim, egy olyan világban élünk, ezt gondolom megint csak ezzel egyetértünk, mely világ bukdácsol egyik végletből a másikba. A vallásos emberek egyik részről, a nem vallásosok adott esetben, az értelem túl értékelői, az értelem szeretének felbecsülhetetlenségére gondoló emberek, nekünk nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy egyfajta egyensúlyba tartsuk a kettőt. Nézzük meg, kedves testvéreim, a most elhangzott evangélium részt. Mit kérnek a zsidók az Úr Jézustól? Csoda jelet. Mutass egy jelet az Isten részéről. Teljesen biztos jelet. Amit majd én az ember igazolok, hogy az Istentől való-e, hogy az biztosan úgy van-e. És akkor megteheted azt, amit éppen teszel. Mit tett az Úr Jézus? A templomra, az akkori zsidó, ugye a jeruzsálemi templomra irányítja a figyelmünket. Összekeverték az igaz vallásosságot, ki kell mondanunk, az üzlet világában. Ma is, a történelem során nagyon sokszor mi velünk is előfordul ez. Legyünk jó értelemben kritikusan. Lássuk be, hogy nagyon sokszor ma is előfordul még mi velünk is, hogy a vallási életünkből egy üzleti életet akarunk csinálni. Nem szabad. Isten mencs. Erre vigyázzunk. Kedves testvéreim, én nem a pénz ellen beszélek. Ezt már többször itt elmondtam, aki már egy kicsit ismeri az én gondolkodásomat, azt tudja. De a pénznek túlértékeléséről, helytelen módon való túlértékeléséről beszélek. Szükségünk van pénzre, de vigyázzunk. A pénz nem áll előtte az Istennek, nem áll előtte a hitemnek, nem áll előtte az én értékrendemnek. A pénz egy olyan eszköz, ami minden estül, múlandó. Kedves testvéreim, az Úr Jézus a templom megtisztítására hívja fel a figyelmünket, akkor pontosan erre a gondolkodásra, a mélységre akar elvezetni minket. Ember, gondolkodj! Ha van Isten, ha Isten jelen van a te életedben, akkor ne tedd tönkre ezt a kapcsolatot a kufároknak, a kereskedőknek a világában. Azt tedd valóban máshol. Van annak is szerepe, van annak is helye a te életedben, de nem a templomban. Kedves testvéreim, tehát azt kell gondolnunk és azt kell feltételeznünk, hogy az Úr Jézus ezáltal megnyitja a mi gondolkodásunkat egy magasabb szintre. Ember, te vagy Isten temploma. Te vagy ebben a világban az Isten képviselője. Hát nincs más. Ki képviselheti Istenhez hasonlóan szellemiség, értelem és minden egyéb alapján Isten ebben a világban? Hát az ember.
Minden más is képviselője Isten csodálatos mi voltának, a gyönyörű szép természet, nézzük meg, valami módon üzen Istenről. Ez természetes, ezt így fogjuk föl. Vagy amit látunk az emberi tevékenységgel, amit létrehozunk, csodálatos dolgokban, az is üzenet Isten részéről. Na de leges legfontosabb, aki te vagy. A te testi, lelki, szellemi mi voltod van. Úgy, ahogy vagy. Neked itt a Földön meghatározod a te célodat. Neked képviselned kell engem, az Isten. Kedves testvéreim, és itt látjuk azt, hogy milyen nagy bajban vagyunk. Ha az ember nem úgy éli az életét, hogy Isten képviselője itt a Földön, akkor mit csinál? Akkor kit képvisel? Vagy milyen értékrendet képvisel? Ugye értjük, hogy akkor itt nagyon oda kell figyelni, miről is van itt szó. De csak azt tudom mondani, hogy az Úr Jézus azért jött ebbe a világba, hogy megtanítson minket Istenben bízni, Istenre ráhagyatkozni, Istentől nem félni, hanem nagy-nagy bizalommal Isten felé fordulni. És elfogadni Istennek az emberre vonatkozó nagy álmát és tervét. Hát mi ez a nagy álma? Nem csak e világ rendjére vonatkozik. Nem csak a mára vonatkozik. Nem csak a földi életemről van szó. Hanem, ahogy a Szent Misa elején mondtam, nagyon fontos, a túlvilági életről van szó. Készülnöm kell. Tulajdonképpen az időt, még egyszer hangsúlyoznám, amit a Szent Misa elején mondtam, az időt azért kapom, hogy fölkészüljek az örökké valóságra. A múlandó időt, hogy az örökké valóra készüljek. Kedves testvéreim, ha ez nem így van, nézzük, nyugodtan meg lehet más oldalon is megközelíteni ezt az egész történetet. Ha ez nem így van, akkor mi az értelme az emberi életnek? Mi az emberi élet célja? Hát miért születtem? Miért vagyok most itt? Vagy miért vagyok pap? Akkor nézzük így. Vagy miért vagyok családos ember? Miért vállalták önök közül, majdnem mondom mindenki, a családi életet, a gyermekáldást, a nehézségeket, a küzdelmeket, a problémákat, és tegyük rögtön hozzá a sok-sok örömet is. Miért? Miért mindez? Ha belegondolom. Azért élek én most ma, vagy azért élünk mi, hogy ne egy napon meghalljuk és kész, vége, pont. Kedves testvérek, ez nem elégíti ki az emberi szívet. Mert az emberi szív Istenre van irányítva. És az emberi szív többet akar. Nem nyugszunk vele például, csak nézzük egy ilyen példát, szeretteink halálában. A gyász az, figyeljünk csak oda, a gyásznak sajátos módon üzenete van nekem. Kell legyen oda, kell legyen egy másik világ, kell legyen egy másik élet. Vagyis ebből az következik, hogy azért élek, hogy meghalljak. Nem. Azért élek, hogy meghalva eljussak egy másik életre. Kedves testvéreim, tehát az Úr Jézus eljövetele. Erre hívja fel a figyelmünket. Ember, figyelj oda! Örök életre lettél meghívva. Nem kevesen. Nem csak itt, hogy most jól érezzem magam, jó lényeg, jó, mit tudom én, ú, de mi? Ez semmi, ez nulla. Az az igazi, amikor ráébredek arra most itt, a földi életem során, de jóságos ég. Milyen csodálatos Isten álma rám vonatkozóan, az emberre vonatkozóan. Hogy mindennek akkor van csak értelme a jelenben, a földi életben, hogyha van odaállt. Különben nincs értelme. Nagyon egyszerű példa, holnap reggel miért kelek föl? Ami is meghalok. Nincs értelme az egésznek. A fatalizmusnak a világába zuhanom, teljesen, totálisan. Egyedül Isten ment meg. Hát nézzék meg a kortársaink egy nagy részét. Miért olyan fásultak? Miért olyan kiégettek? És kapkodnak minden után, gyorsan mindent meg kell szerezni. Miért? Ma holnap elhullok.
de gyorsan azelőtt még rohannak, mit kínlódnak, mit szenvednek, mert még nem jutott el az üzenet hozzájuk, ember, van odaát, van egy másik világ, van egy másik élet. Ébredj föl, nézz ezzel szembe, fogadd el, ez egy ajándék neked. Nem te hozod létre ezt a másik világot, nem te hozod létre ezt a másik életet. Ezt már tudjuk már, most már mindenki tudja itt. Miért? Mert ha én hoznám létre, vagy mi, az velem együtt múlandó lenne. Bocsánat, én elmúlok. Minden, vége lesz, hála Istennek egyébként. Próbáljuk úgy nézni, milyen jó Uram, de akkor beteljesedünk, végre valahol. Kedves testvéreim, kortársaink egy nagy része ezért szenved, mert nincs ott a szívükbennek a gondolata, tudata. Az életüket nem ez szerint rendezik be, hanem most gyorsan, most pillanat, most ki kell élni, most ha nem, akkor végig, ha beállni. Lehet, hogy holnap már nincs. Nem tudom, érzik ezt? Ez csak én érzem? Ezt a nagy szomjúságot, amit látunk embertársainknál, ez ebből fakad. Tudatalat, sokszor nem is tudják, nem tudja megmagyarázni. Csak azt mondja, hogy gyerünk, gyorsan, szenved, sebeket okoz magának, másoknak. Megy előre, mint a burdózer. Nem néz semmit és senkit. Közben nem ez kéne, ember, nem ezért születtél, nem ezért vagy. Sokkal, de sokkal magasztosabb a te élet állapot, emberként, itt a Földön, a létezők rendjében, mint ahogy te most megéled pillanatban. Kedves testvéreim, amikor az Úr Jézus, még egyszer menjünk erre a gondolatra vissza, amikor az Úr Jézus a templom megtisztítását végzi, akkor nagyon mélyen, valahol erre hívja fel a figyelmünket, a szíved, a belső, a legnagyobb érték. Nem is azért ragaszkodunk a kőből épülő templomainkhoz, mert azok, jó, hát szépek, csak mindenféle templom. Hát én egyébként láttam már nagyon csúf templomot is már, bevallom őszintén, de nagyon sok szép templom van, ez is igaz. Művészeti és egyéb értékeik vannak. Nem. Ez a templom, a kőből épülő templom, fölhívja a figyelmet itt, a belsőnben lévő szentélyre. Mindenek fölött. Ez fog üdvözölni. Ez nem. Ez elmúlik. A világ végén nincs tovább. Hála Istennek. Az egyház is. Rögtön ki kell mondani. Minden estül az egyház megszűnik. Nincs létjogosultsága odáltal. Mert Isten lesz minden, mindenben. Hát akkor mit tud, aki hozzáadni? Az egyház vagy egy templom? Mit tud ahhoz hozzáadni? Semmit. Semmit. Isten a maga teljességével betölt azokat, akiket szeret, akiket örök életre meghívott, hát ezek után hogy ne bíznék benne, hogy ne hinnék benne, hogy ne hagyatkoznák rá. Uram, minden jó, minden szép, minden csodálatos. Csak vezess az örök élet útján. Ezt ad meg, azt gondolom, nekünk, mindannyiunknak. Dicsőség legyen ezért neked, Uram. Amen. Kedves testvéreim, most valljuk meg Istenbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyre, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Atya Isten egyszent a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei Atyánk segítségét, tanításának, hűséges megtartásához. Urunk, ismerje fel az egész világ,
hogy parancsaid szeretetből fakadnak, és üdvösségre vezetnek. Kérünk téged, hallgass minket! Szent Atyám, Ferenc pápa és püspökeink, törvényeink útján vezessék a gondjainkra bízottakat. Kérünk téged, hallgass minket! Oltáronál mintegybe gyűlt híveidet erősítsd meg a hitben és az áldozatos szeretet gyakorlásában. Kérünk téged, hallgass minket! S végül add, hogy tanításod útján járva minden kísértésnek ellenálljunk. Kérünk téged, hallgass minket! Urunk Istenünk, add, hogy tanításod teljesítésével járjunk az üdvösség útját, és eljussunk az örök életre Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy most felajánlott adományaink kedvesek legyenek a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyházunk. Urunk Istenünk, engeszteljen meg ez az áldozat, hallgass meg imádságunkat, amikor bűneinkért bocsánatodat kérjük, és add, hogy mi szívből megbocsássunk embertársainknak. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük. Ezért az angyalok megszámlálhatatlan seregével együtt magasztalunk téged, és hálás szívvel együtt énekeljük. Oh,
minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Úr Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt szeretteinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkban, akik itt most jelen vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek kerencségben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, üdvözítő tanítása szerint most így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jézus Krisztus a mi békénk és kiengesztelődésünk. Ezért kérhetjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghívasztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítom a jövő, hanem csak egy szóval mond, és megnyugod az életet.
Kedves testvéreim, a jövő heti programunk a következőképpen alakul. Pénteken és szombaton este 6 órakor lesz a plébániai szentmisénk. Jövő vasárnap, nagybőjt 4. vasárnapja lesz, szokott rendszerint délelőtt 10 órakor lesz a szentmisénk. Amint azt gondolom, valamennyien értesültek arról, hogy holnaptól kezdve a járványügyi helyzetre való tekintettel sok minden be fog zárni. A Magyar Katolikus Püspöki Kar, átgondolva ezt az új helyzetet, úgy döntött, hogy valamennyi egyházmegyében a püspökök döntsenek erre vonatkozóan. A mi püspökünk, Felföldi László atya úgy döntött, hogy mi nem zárunk be. Ebből az következik nagyon egyszerűen, hogy folytatjuk tovább a mi közösségi életünket, mint ahogy eddig is. De ez fontos, hogy figyeljünk oda fokozottan a masznak a viselésére, a kezünk fertőtlenítésére, valamint egyfajta biztonsági távolság tartására. Kedves testvéreim, tehát mindaddig, amíg ebben a kérdésben nem mondanak mást előjáróink, addig ezen rendszerint fogunk találkozni. Köszönöm a figyelmüket és megértésüket. Még annyit talán a végén, hogy húsvétra való készületünk egyik nagyon fontos eleme, lényegi eleme, a bűnbánattartásunk. Hát erre vonatkozóan is jó lenne, hogy gondolkodunk azon, hogy hogyan végezzük. Én itt vagyok minden szentmise előtt fél órában. Készüljünk fel, és még húsvét előtt végezzük el a szent gyónásunkat. Megfelelő módon előkészülve, megfelelő körülmények közt, én azt gondolom, hogy biztonsággal elvégezhetjük a szent gyónásunkat. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és most a szentmisénk végén felállva könyörögjünk az Úrhoz. Urunk Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. Alázattal kérünk, mutatkozzék meg tetteinkben is, hogy e szentségben veled találkoztunk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szentmisénk véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek.